Vendégünk a stúdióban Bőben és Barna Péter, a Telekom szegmens kommunikációs vezetője. Sziasztok! 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 A Kraft egy egyedi kezdeményezés a Telekomtól. Mi a célja ennek a programnak? Kiket támogat? Ennek a programnak a célja, hogy a fiatalokat támogassa. Márkaként ez a fontos vállalásunk, hogy rájuk irányítjuk a figyelmet, és ezt különböző módon tesszük. Nagyon fontos ebben a programban az összefogás, az együtt dolgozás, amit ők meg tudnak tenni egyrészt a programnak köszönhetően, és a program elemeinek köszönhetően egymással, másrészt magával a Telekom márkával. Ezen kívül még fontos hívószó az, hogy szeretnénk, hogyha a fiatalok hatással lennének, egyrészt a saját életükre, másrészt pedig társadalmi szinten is, hogy ehhez biztosítunk nekik különböző módokon lehetőségeket, szakmai támogatást, eszköztámogatást, és nagyon fontos hívószó még itt a digitalizáció. Ugye digitális vállalatként a mi ügyünk, tulajdonképpen a küldetésünk az, hogy a digitális segítségével segítünk az embereknek előrelépni. Most ez a Krafton belül is egy fontos terület, mert azzal, hogy a digitalizáció ott van a fiatalok életében, sokkal könnyebben tudnak hatással lenni, és az összedolgozásukat is nagyon nagy mértékben segíti. Elkészült egy nagyon jó dal Böbe és Lóci segítségével, közreműködésével, és hát persze az is cél volt, hogy tényleg ez zenéleg, és mindenhogy jól sikerüljön, de még mi mindent szeretnétek ezzel a dallal elérni? Mi még ennek az apropója? Hát nagyon fontos apropója ennek a dalnak, hogy ezt említettem az előbb, hogy a Kraft, Telekom Kraft mint programnak sok eleme van, de hogy ez egy attitűd is. Mi úgy tekintünk erre a szóra is, ami nagyon jól ki tudja fejezni azt, amit mi üzenni szeretnénk a fiatalok irányába, és ez a dal pedig tökéletes arra, hogy ezt elmondjuk nekik, néhány dolog erről az attitűdről. Mi azt üzenjük nekik, hogy a tetrekészség az jó, hogyha vannak ambícióik, és azokat megvalósítják, abban mi támogatjuk őket. Nagyon fontos, hogy az új dolgokra nyitottak legyenek, hogy higgyenek az összefogásnak az erejében. Tehát ez mind benne van ebben a dalban nagyon jól, és abban bízunk, hogy ez az üzenet át is tud ezáltal menni jól. Böbe, neked már korábban is volt együttműködésed a márkával, a Telekom Electronic Beats kapcsán. Mit szóltál a mostani felkéréshez? Nagyon-nagyon örültem neki. Nekem ez egy hatalmas kihívás volt, mert az eddigi kollaborációimban ugye énekesnőként vettem részt, vagy dalszerzőként, itt pedig producer voltam, és ugye a Telekom Electronic Beats kapcsán is egy produceri pályázat keretein belül tudtam velük együtt dolgozni, és nekem ez egy nagyon izgalmas projekt volt, és nagyon jól éreztem magam benne. Arról mesélj még egy picit, hogy milyen volt Lócival együtt dolgozni, azért én nagyon más stílusú előadók vagytok, és elsőre nem is biztos, hogy úgy, hát ez nem is pontosan egy duett, de egy dal kapcsán ti jutnátok eszembe, viszont nagyon jól kiegészítitek egymást, és borzasztóan jól sikerült a dal. Köszönjük szépen. Nem dolgoztam ugye még együtt a Lucival, nagyon-nagyon szuper volt, ismertük már egymást korábban, de tényleg nagyon könnyű volt vele együtt dolgozni, és én is nagyon érdekesnek tartom, hogy ugye más zenei színában mozgunk, de mégis mennyire összetudtuk egyeztetni az elképzeléseinket, és egyébként én is büszke vagyok erre a dalra. Miért pont az ő párosukra esett a választás? Hát van bennük Kraft, szerintem. Hogy egyrészt azért látszott az rajtuk, hogy ők lehet, hogy különböző profilúak, de hogy velük a fiatalokat el tudjuk érni, általuk ezeket az üzeneteket jól át tudjuk adni, úgyhogy mi láttuk abszolút bennük ezt a potenciált. És akkor most jön a csavar, hogy ugye a dalnak van egy harmadik szereplője, a mesterséges intelligencia, de hát ez hogy jött a képbe, ezt hogy találtátok ki? Kicsit itt is távolabbról indítok, mert a digitalizációnak a szerepét már említettem. Na most márkaként sok olyan projektünk van, amiben megmutatjuk a digitálisnak ezt a csodaszerűségét, azt, ami igazán a jelenben is megvalósul, már de a jövőben is mutat. Ilyen volt például, amikor a 6-3 legendás angol-magyar foci meccset digitálisan felújítottuk. És most ez egy újabb ilyen projektünk, amikor a mesterséges intelligencia dalt szerez, tulajdonképpen egy dalrészt szerez és egészít ki, úgyhogy innen jött, hogy a digitális mint ügyünk egy fontos szereplő, és akkor itt egy olyan módon tudtuk ezt megcsinálni, amilyen módon itthon még nem történt dalszerzés. Öbben neked producerként milyen kihívást jelentett a mesterséges intelligencia bevonása? Szerintem egy nagyon érdekes és izgalmas dolog egyébként ez az AI technológia. Kihívás volt, nem mondom, hogy nem, de szerintem jól sikerült a végeredmény, nagyon jó hangmintákat tudott csinálni az AI, amiből már tök jól lehetett dolgozni, úgyhogy szerintem... Jó partnered volt ebben a munkában. De akkor ezt úgy képzeljük el, hogy a mesterséges intelligencia akkor, mintha mutatott volna dallamokat, vagy kisebb részeket, apró hangszereléseket, és akkor ezt gondoltátok ti tovább? Igen, küldött több verziót, a dalnak egy-egy részeiből
inspirálódva, és akkor ezekből válogattam én ki hangmintákat, amiket, és akkor ilyen szempölözésként csináltam egy ilyen beatet belőle. Nagyon menő lett. Nagyon jó lett, tényleg, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük.